Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, focis videó. Vége majdnem az összes, valamire való bajnokságnak vége van. Úgyhogy nézzük is meg a végeredményeket, és akkor összegezzük. A végeredmények az egy dolog, de ennek tekintetében fognak majd a csapat összeállítások, a csapat összetételek változni esetlegesen a nyáron. Úgyhogy kezdjük a Premier League-gel, hogy ott végül mi lett. Ugye ezt már korábban mondtam, hogy a Manchester City már biztosan megnyerte a bajnokságot, 86 pontot szereztek, és aminek kifejezetten örülök, hogy a Manchester United végül második lett. Kicsit a Leicester az, ami meglepetés, mert még pár fordulóval a vége előtt arra is volt esély, hogy másikok legyenek, végül az ötödik helyen zártak, ezzel csak az Európa Ligában indulhatnak jövőre. A Liverpool összekapta magát, tehát Klopp végül összerakta a csapatot, legutóbbi 5 mérkőzésüket simán megnyerték. Gratulálok nekik. Ebből is látszik egyébként, hogy még van tartalék ebben a csapatban, bár azért az, hogy milyen lemaradásuk volt a bajnokság közepe fele, az azt mutatja, hogy azért van hol hozzányúlni ez a csapathoz. Tudom, sok sérülés volt, hogyne, persze, de lehet, hogy ott kicsit bele kéne majd nyúlni a játékos keretbe. Chelsea végül negyedik lett, West Ham talán egy kicsit meglepetés, hogy hatodik helyen zártak, a Tottenhamnek a hetedik hely az, hát meg végül mondjuk ők összehozták a konferencia ligát, ugye? Az Arsenal az, amelyiknek nem jött össze idén gyakorlatilag semmi, szomorú. Mondjuk a legutóbbi 5 mérkőzéseket ők is megnyerték, tehát tudtak hozni még valamit. Ez a nyolcadik hely, ez hát nem tudom, jövőre ennél már most már tényleg valami jobbat kéne gudítani. Én azt mondom, hogyha jövőre mondjuk az ötödik helyen zárnak, az már egy nagyon komoly előrelépés nekik. Nagyon komoly a mezőny, nagyon erős a mezőny a Premier League-ben, ez tény, de azért egy Arsenal az azért mégiscsak egy Arsenal. Nézzük a kiesőket, Fulham, West Brom, Sheffield United. A Fulhamről és a West Bromwichról azt mondta Gera Zoltán még a szezon elején, hogy ő biztos benne, hogy ez a két csapat bennmarad. Hát már jó pár fordulóval a vége előtt látszódott, hogy biztosan kiesnek ezek a csapatok. A Sheffield egy kicsit lehet meglepetés, mert hát tavaly nagyon szépen szerepeltek, idén viszont kiestek nagyon simán a bajnokságból. Várható volt egyébként, hogy lesz visszaesés, ugyanúgy, ahogyan anno a Leicesternél is volt, hogy ugye megnyerték a bajnokságot, és utána volt egy kicsi visszaesés. Ez egy nagyon látványos visszaesés. Ez van. Nézzük a francia bajnokságot, ott elég izgalmas volt a befutó. Mi ez? Osztályozó. Jaj, az nem érdekel minket. Nézzük a főcsoportot. Lille nyert, PSG második, Monaco harmadik. A Lille végül behúzta a bajnokságot. Gratulálok nekik. A PSG-nél egyébként szerintem ettől függetlenül nem fognak nagyon sírni, mert még mindig ennek a csapatnak van a legnagyobb jövője a francia bajnokságban. A Lille, ahogyan korábban a Montpellier is bebizonyította még egy pár évvel ezelőtt, hogy igenis, ezt a PSG-t azt meg lehet fogni. Ha azt nézzük, 86 gólt rúgott a PSG, de valószínűleg tök egyértelmű meccseken, mert annyira nem követtem a francia bajnokságot, de valószínűleg tök egyértelmű meccseken veszítettek pontokat. Nézzük a Bundesligát. A Bundesliga is elég egyértelmű volt, és hogyha azt nézzük, örülhetünk neki, mert ugye a magyar vonatkozású csapatok azok közül az összesben maradt, és ugye a Lipcse az kifejezetten jól szerepelt, másodikok lettek a bajnokságban. Hol van még magyar? Mainz, Szalai Ádám. Még hát nem Szalai Ádámon múlt ez a 12. hely, de ők bennmaradtak a Bundesligában. Dárdai Pál bent tartotta a Hertát, úgyhogy szerintem mindenki örülhet. A Schalkénál nagyon nem örülhetnek, de erről már korábban is beszéltünk, és a Köln az, amelyik még ugye bennmaradhat, mert ők majd a Holstein Kiel csapatával, Bundesliga 2-es csapattal játszanak egy osztályozót. Hát és igen, itt van az olasz bajnokság, ahol az első hely az elég egyértelmű volt, és már több fordulóval ezelőtt eldőlt, hogy az Inter nyeri a bajnokságot, ez nem volt nagy újdonság. A második hely, illetve a bajnokok ligája helyekért ment még itt a nagy harc. A Juventusnál látszik, hogy vannak
problémák. Szerintem ott nagyon bele fognak majd nyúlni a játékos keretbe. Cristiano Ronaldo, én el tudom képzelni elég könnyen, hogy távozik, ráadásul most a Manchester United szeretne egy ilyen csereüzletet, hogy ők Ronaldo-t leszerződtették, és akkor majd ők adnak még játékos, meg még gondolom némi pénzt. A Juventusnak szerintem jót tenne, hogyha nem egy emberre építkeznének, mert hát hiába van ott egy Dybala, vagy egy Morata, hogyha még így a csatárokat nézzük, Cristiano Ronaldo az mégiscsak Cristiano Ronaldo, és a Juventus volt az, amelyik a legkevesebbet változtatott a keretén, és ennek most meglett a böjtje. Összejött végül a Bajnokok Ligája hely, amit kicsit én megmondom a frankon, sajnálok, mert még ez is egy nagy pofon a Juventusnak, de szerintem kellett volna nekik az a pofon, hogy ne menjenek a Bajnokok Ligájába. Így viszont a Napoli az, amelyik lemaradt. Az Atalantának a harmadik helye már nem nagy meglepetés, mert évek óta jól szerepel a gárda. Az AC Milánnak a második helye az némiképp lehet meglepetés, de már azért tavalyi szezonban is látszódott, hogy ez a Milán ez elég erősen előre fel a tart. Az Inter meg hát az Inter, tehát ez az, ami ugye normál esetben egy csapatnál szerintem nem működne, hogy innen-onnan ilyen, hát mondjuk úgy, már leselejtezett játékosokat összevásárolnak, és akkor így csapatként kivonulnak a pályára, az általában nem szokott működni. Az Internél az mégis működött. Mondjuk ott csináltak egy nagyon jó bizniszt, amikor Hakimit leszerződtették. Én nekem volt egy olyan érzésem, és azt szerintem már annól mondtam, hogy Hakimi az egy nagyon jó vétel lesz. Egy gólerős, védő, középpályás, tök mindegy, hogyan nézzük, és nagyon szép megmozdulásai voltak, és a csapatnak a motorja volt a szezonban. És akkor nézzük a La Ligát, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla. Szerintem egyik csapat se szégyenkezhet emiatt a helyezés miatt, ez egy nagyon, de nagyon erős szezon volt a spanyoloknál. Két ponttal maradt el végül a Real Madrid, a Sevilla volt az, amelyik elsőként kiszállt a bajnoki címért folytatott harcból. Én egy kicsit szurkoltam nekik, hogy úgy hátha oda tudnak így szúrni a igazán nagy top csapatoknak, de a Sevilla egyébként az elmúlt években folyamatosan ott volt a legjobbak között. Hát most ezen megérdemelték volna. Tudták nagyon jól, hogy mekkora a tét, és nézzétek meg, összehoztak egy vereséget az Athletic Bilbao-tól, volt egy döntetlen a Real Madriddal, kikaptak a Villarreal-tól. Így nem lehet bajnokságot nyerni. Kicsit sajnálom, de hát ez van. Ennyit szerettem volna ebben a videóban. Most már igazából a következő nagy esemény az Európa bajnokság lesz, majd arról is lesznek természetesen videók, szösszenetek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!